Márk evangélium 4. részéből olvasom az ígét, az első 12 verset. És ismét kezdett tanítani a tenger mellett. És nagy sokaság gyűle ő hozzá úgy, hogy ő a hajóba lépvén, a tengeren ül, az egész sokaság pedig a tenger mellett a földön. És sokat tanítja őket példázatokban, és ezt mondja nekik tanításában. Halljátok, íme a magvető kiméne vetni, és lőn vetés közben, hogy némely az út mellé esik, eljövének az égi madarak, megevék azt. Némely pedig a köves helyre esik, ahol nem sok földje volt, és hamar kikelve, mivel nem volt mélyen a földben. Mikor pedig fölkelt a nap, elsült, és mivel, hogy nem volt gyökere, elszáradt. Némely pedig a tövisek közé esik, és felnevekedének a tövisek, és megfojtják azt, és nem ad a gyümölcsöt. Némely pedig jó földbe esik, és ad vala nevekedő és bővölködő gyümölcsöt, némely hoz 30 annyit, némely 60 annyit, némely pedig 100 annyit. És mondta nekik, akinek van füle a hallásra, hallja. Mikor pedig egyedül volt, megkérdezék őt a körülötte lévők a 12-vel együtt a példázat felől. Ő pedig mondta nekik, néktek adatot, hogy az Isten országának titkát tudjátok, a ma kívül lévőknek pedig példázatokban adatnak mindenek. Hogy nézvén nézzenek és ne lássanak, halván halljanak és ne értsenek, és soha meg ne térjenek, és bűneik meg ne bocsátassanak. Valószínű a legtöbbetek tudja ezt a Jézus Krisztusi beszédet, és ismeri, és nagyon sok prédikációt is hallhatott róla, meggazdagodva az ige hirdetések által. Megvallom nektek férfiasan, nem egy akar lenni a mai csendességem a sok közül, hanem a csendesség az Úr előtt, ahol az értése ennek a példázatnak a tietekké válik. Előre bocsátom, hogy speciális végzés szerint szólaltatja meg Isten üzeneteit Jézus. Nagyon fontos, speciális végzés szerint szólaltatja meg az üzeneteit. Most a Márk 4, 1.20-at kéne végigolvasni. Az első dolog, hogy nyilvánvalóvá teszi, ugye Márk evangélium, ahogy végigírja az egész evangélium, neki egybefügg, nem darabolódik el, mint nekünk, hogy van egy felolvasott kis igerész, és akkor nekilátunk arról beszélni. Ő az egész teljességet mondva már elmondta jóval korábban azt a végzetessé váló különbséget az okoskodó tanhirdetők és az Isten beszédét speciális végzés szerint megszólaltató Jézus Krisztus között. Végzetes különbség. Jézus Isten beszédét a maga erejével, hatalmával, döntése, végzése rendjében kijelentő módon mondja el. Ezért ahányszor személyesen szólít meg téged az Isten. Vedd azt a vakmerő hittel való értést és látásmódot, hogy speciális végzés szerint szólított meg Isten engem. Ez a mai legyen egy ilyen. Amikor azt látom, hogy Jézus élete a Földön rendkívüli lelki hatalommal, rendkívüli küldetésben ért célba, ebben a rendkívüliben van az én helyem is. Értem is küldetett, és értem is cselekedett, értem is beszélt Jézus, amíg itt járt a Földön. A magvető példázatában Jézus a maga erejének és működésének az emberekben való hatását ábrázolja. Kérem, ez az egész magvető példázat látásmódjának és láttatásmódjának a tengelye. Az, hogy az ő ereje, az ő működése ember lelkekben milyen hatást vált ki, ezt mondja el a magvető példájával.
A zsidó népies felfogással szembe, mely a messiástól külső sikereket, világhatalmak összetöretését, egy földi uralkodó királyság megteremtését, a népek tejének ivását, a népek feletti törvénye uralmát és vasveszős uralkodást igényel. Isten azt mondja, hogy ez az elvárás, de hogy hogy működik majd a nyilvánvaló messiási korban, aki az atya küldötteként szólal meg közöttetek, hogy működik az ereje és az igéje, hát halljátok meg a magvető példázatát. Egy pillantást vessünk a külső képre. Jézus a tavon, egy csónakban. Sivatükrő vizen, ott ül a hajóban. Hallgatói, külön gondja van Márknak arra, hogy elmondja, hogy többen, sokkal többen vannak, mint amikor megetette őket Jézus. Itt városokból, falvakból óriási sokaság jön. És egy olyan terepet választ az Úr, hogy mintha egy római épített színházban lennének. Ő a tavon a hajóba, és a meredek hegyoldalba, mint egy templom karzat részein. Ott állnak hatalmas tömegbe a hallgatói, az emberek, de így elérte Jézus, hogy mindenki szembe van vele. Mindenkit lát, mindenkivel szembenéz. Ez a külső kép, amit elmond, ez egy darabban lévő szántóföldről beszél. Van ennek a szántóföldnek út melletti része, vannak benne köves részek, van a szomszédtól elválasztó szántatlan füves gyepű vagy mesdje, ez feltöretlen, és teli van a gazzal, és van jó föld, az a megmunkált. De a jó föld sem egyforma minőségű szántóföld. Azt ma már egyre kevesebben tudják városiak, abszolút nem, hogy a vető az kézzel hinti szét a magot. Ezért hull abból az útfélre, a köves részre, a füves gazos gyepüre és a jó földbe is természetesen. Mert a magvet is így teljes. Gazdagon, mindenhova, ahol teremhet a mag. Ezt a képet ismerteti Jézus hallgatósággal, azt is, hogy Jézus magát tartja magvetőnek, ez nem kérdés sokak előtt már. Amit mond az a mag, azt, hogy ő a mag, ezt még kevesen tudják. A szántóföld a hallgatóság, de többről van szó, mint hallgatóságról, lelkekről beszél. Lelkek minőségéről és készségéről, hogy mi történik velük, bennük és az igével. Azzal zárja le Jézus a kijelentést, hogy akinek van füle, hallani hallja. Ézsaiás 50, a 4. és 5. vers jön vissza, valaki elolvassa. Az van itt leírva, Isten a messiási időkben megnyitja a füleit azoknak, akik hivatva vannak tanítványokká lenni. Idézem, fölserkenti fülemet, hogy hallgassak, miként a tanítványok. Az Úr Isten megnyitotta a fülemet, és nem voltam engedetlen, hátra nem fordultam. Nos, amikor a tömeg elment, végighallgatott nagyon sokfajta tanítást, megkérdik a tanítványok a körülnevőkkel együtt, hogy miről szólt a magvető példája. Ezt kérdezik Máté írásában, ezt kérdezik Lukácsnál, többet is kérdeznek Lukácsnál, de a válasz ugyanaz, ez a példázat az Isten országa megismerése titkáról szól. Jézus elmondja Isten végzését, csak Jézus tanítványaivá lévőknek adatott érteni Isten országa titkát, aki Jézus maga. Így van leírva Márk 4:10-ben, nektek adatott az Isten országa titka. Kérem, Jézus személye és az Isten országa egy. A Krisztusban való hit, az Isten országában való élet. A kívülvalóknak Jézus beszéde soha nem lesz se lélekké, se életté. Az ige életadó erejét magukon nem tapasztalják.
Az Ézsaiás 6. rész 8-tól 10-ig idézett része, hogy példázatok adatnak csupán, nézvén nézzenek, és ne lássanak, halván halljanak, és ne értsenek, hogy soha meg ne térjenek, és bűneik meg ne bocsátassanak. Amíg az okoskodó tan Isten személye ismeretébe nem avad be, a döntéseibe, végzéseibe nem von be, mert ez el is töröltetik, Jézus addig elmondja Isten országa megadásának, vagy nem megadásának, az oda való betérés lehetőségének, vagy az onnan való kimaradás tényének az igéjét. Jézus tanítása megértése, vagy meg nem értése, a világot egymással merőben ellenkező táborra osztja. Amikor a kérdést fölteszik a tanítványok, hogy miről beszéltél a magvető példázatában, Jézus nagyon fura módon felcsattan. Nem értitek ezt a példázatot? Hát akkor miképpen értitek meg a többit? A magvetőről szóló Jézus kijelentés sor világítja meg az Isten országának egyetlen titkát, ami nem egyéb, mint a Jézus igéje által fakasztott és táplált új élet. Kérlek, vedd végig Jézusnak az én vagyok kijelentéseit, és az én vagyok kijelentések teljességében feltárul Isten országa titka. Erről beszél Jézus. Nektek megadatott, hogy az Isten országa titkát, engem, Jézust, az élet urát, az ország királyát, az ország bemutatóját, bennem ismerjétek meg. Befejezem. Hallgatod úgy, mint Isten végzését, és Jézus különleges kijelentését róla? Nektek megadatott, hogy Isten országa titkát értsétek. Amen.